Azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon szépen köszönjük a szurkolóknak, akik kilátogattak a Békés Csaba mérkőzésen, és ilyen nagyszerű hangulatot varázsoltak ide a csarnokba. A Szerdán a Mosomagyaróvár ellen készülünk. Egy nagyon komoly tempót diktáló csapattal fogunk találkozni, aki az idejében megverte már ugye a Győr csapatát is az ősz folyamán de nagyon komoly eredményeket produkált, hiszen a Debrecen is, is sikerült két vára fektetnie, illetve a Fradi ellen egy nagyon-nagyon komoly mérkőzést játszottak otthon. Én azt gondolom, hogy itt részcélokat kell megfogalmazni a csapat előtt, és elsősorban az lesz a cél, hogy mindenki megfelelő játékpercet kapjon. Nagyon fontos lesz, hogy megfelelőképpen tudjunk visszarendeződni, hiszen a Móvár egy nagyon-nagyon komoly tempót diktál. Gyakorlatilag mondhatom, hogy egy bajnokok ligája a színvonalon szinten játszik tempót tekintetében, amire mindenképpen figyelnünk kell hogy a gyors labda felviteleiket próbáljuk megakadályozni, illetve a felállt fal elleni támadásokat nagyon gyorsan, gyakorlatilag egy 8-10 másodpercen belül befejezik, rengeteg akciót vezetnek a sok futásból eredően, úgyhogy próbáljuk amennyire csak lehet lassítani a játékot, de hát itt mindenképpen egy felszabadult örömkézi labdát kell játszanunk, és hát szeretnék a fiataloknak is sok lehetőséget adni.